indul az idei Zöldház program, és akárcsak tavaly, idén is külön napokon regisztrálhatnak a különböző régióban élők. Szeptember 28-án szombaton új helyszínen a Művelődési Ház melletti téren kerül sor a Fusneki Gyergyó 3. közösségi adománygyűjtő akció sporteseményére. Köszöntöm a nézőket, a Fénypontot látják szeptember 26-án csütörtökön. Jó estét kívánok! Idén is indul a Zöldház program, amelynek keretében áramfejlesztő napelemek felszerelésére nyújtanak állami támogatást. A pályázás a Környezetvédelmi Alap internetes felületén történik, mindössze 4 dokumentum feltöltésével. A tavalyi mintát követve idén is külön napokon regisztrálhatnak a különböző régióban élők. Újdonság viszont, hogy csak olyan napelemrendszer telepíthető, amelyhez tárolókapacitás, akkumulátor is tartozik. A Székelyföldi megyékben szeptember 30-án lehet regisztrálni a programra. Idén is folytatódik a 2 éve elindított Zöldház program. Táncos Barna, a Hargita megyei szenátor a közösségi médiában közzétett rövid tájékoztató videójában hangsúlyozza, hogy az RMDS által kidolgozott, egyszerűsített pályázással indul a program. A pályázás a Környezetvédelmi Alap internetes felületén történik. Napelemekre lehet pályázni az idén is. 2 évvel ezelőtt azért indítottuk a napelem programot, hogy segítsünk a családoknak, hogy kisebb legyen a villanyszámla. A jó hír az, hogy a kormány tovább viszi a jó kezdeményezésünket, azonban későn indította az idén a programot, és kevesebb pénzt tett rá, mint amennyire szükség lenne. Ugyancsak jó hír, hogy kevés dokumentummal, 4 dokumentummal lehet pályázni, és egyszerűen internetes felületre, a Környezetvédelmi Alap oldalára kell feltölteni ezeket a dokumentumokat. Újdonság, hogy kizárólag olyan napelemrendszer telepíthető, amelyhez tároló kapacitás, akkumulátor is tartozik. 30 000 lejes támogatást lehet igényelni, ehhez 3 000 lejes önrészt kell hozzátenni, azonban az idén kötelező a tároló kapacitásnak a megpályázása is, nem csak a napelemeknek. Nem csak új napelemrendszerre lehet pályázni, hanem a már meglévő bővítésére is. Környezetvédelmi alap támogatását magánszemélyek és egyházak igényelhetik. Most 27-én pénteken a magánszemélyek pályázhatnak a Partiumi megyékből, illetve Kolozs megyéből, 30-án pályázhatnak a Székelyföldi megyékből a magánszemélyek, az egyházak pedig október 9-én kell feltöltsék a dokumentumokat. Arra biztatok mindenkit, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, csökkentse villanyszámláját azzal, hogy megpályázza ezeket a napelemeket. Kiindulva a tavalyi tapasztalatokból, idén régiónként csak 1 napot hagynak a regisztrációra, tavaly ugyanis percek alatt kimerültek az adott régióra szánt keretek. Idén közel 2 milliárd lejt szánnak a Zöldház programra, így hozzávetőlegesen 67 000 házra kerülhet napelem. Az AFEME tájékoztatása szerint az idei támogatással 200 000-re nő majd a zöld energiát használó háztartások száma. A Gyergyó-Szentmiklósi Városháza közleményben tájékoztatja a város lakóit, hogy szeptember 26 és 28-a között zajlik az útburkolati jelek felfestése a Mártonáron és az Örmény templom utcákban. Kérik, hogy a munkálatok ideje alatt az említett szakaszon ne parkoljanak autóikkal. Szeptember 28-án kerül sor a Fusneki Gyergyó 3. közösségi adománygyűjtő akció sporteseményére. A program szervezői a Művelődési Központ melletti térre költöztették az eseményt, ahol délelőtt 10 órától indul a program, melyre a civil szervezetek, nagykövetek mellett a város lakóit is várják. A helyszínen is lehet támogatásokat felajánlani, és kísérő programként lesz elsősegélybemutató és gyerekek számára arcfestés is. 27 civil szervezet, összesen 295 nagykövet közreműködése által a közösség közreműködésével szeretné megvalósítani az idényre kitűzött álmát. A 27 civil szervezet által közösen megálmodott célösszeg 401 000 lej, és a felajánlások szépen gyűlnek. 4 civil szervezet meg is haladta már a saját maga által megfogalmazott célösszeget, további 6 egyesület közel áll a cél eléréséhez. Bátorítjuk mindazokat, akik még utolsó pillanatokra hagyják az adományozást, hogy menjenek föl a gyergyó.fusneki.ro oldalra, és keressék meg azokat a nagyköveteket, akiket szerettek volna támogatni, de talán elfelejtették, vagy még nem jutott rá idő, és támogassák, hiszen sok nagyon jó közösségi kezdeményezés tud megvalósulni így ebben az évben.
A közösségi adománygyűjtő akció sporteseményekre szombaton, szeptember 28-án új helyszínen, a művelődési ház melletti téren kerül sor. Addig még van lehetőség egy-egy civil szervezet nagykövet támogatására, és az esemény napján a helyszínen is fogadják a felajánlásokat, nyilatkozta Elekes István programfelelős. Elérkeztünk az utolsó hétig, szombaton 28-án lesz a harmadik gyergyói fusneki. Mi már nagyon várjuk ezt az időpontot, és reméljük, hogy nagyon sok érdeklődő fog kijönni. Szombaton 10 órától a Gyergyói Művelődési Központ előtti parkolóba. Ott lesz a nagyköveteknek a gyülekezője, ahol a civil szervezetek bemutatkoznak újra, elmondják a céljaikat, majd ezután egy közös bemelegítés után először a biciklisek, majd a futó nagykövetek fognak elrajtolni. A futó és gyalogos nagyköveteknek 3 útvonalat javaslunk, egy 1 kilométeres, egy 2 kilométeres és egy 4,5 kilométeres távot. Mindhárom táv a város szövetében lesz az újonnan elkészített járdákon, azért, hogy még nagyobb láthatósága legyen ezeknek a nagyköveteknek, hiszen ezen a nap még adományokat lehet felajánlani helyszínen a civil szervezetek nevére. Kísérő rendezvényeink is lesznek, hiszen a salamonos diákok idén is felajánlották, hogy zenélni fognak, mind a gyülekező alatt, mind a futás alatt, amikor még érdeklődők ott lesznek a helyszínen. Emellett lesz arcfestés, illetve a sürgősségi mellett működő civil szervezet felajánlotta, hogy rövid újraélesztési oktatást is fognak tartani. A nagykövetek kerékpárral futva és gyalogolva tehetik meg a távokat. A szervezők kijelöltek 3 különböző hosszúságú útvonalat is, de lehetőség van csapatonként külön-külön helyszíneken is teljesíteni a vállalt távot. Akik a szervezők által ajánlott útvonalakon teljesítenek, számukra 13 órakor egy közös nyújtással zárul a sportesemény, azonban a nagyköveti teendő itt még nem jár le. A nagykövetek szeptember 28-án éjfélig a gyergyo.fusneki.ro oldalon a profiljuknál fel kell tüntessék a teljesített távot. Egyrészt ez a bizonyíték az adományozó felé, hogy megtették, amit vállaltak, illetve ennek a számnak az alapján számolja ki a rendszer a kilométerenkénti támogatást is. A kormány tegnap jóváhagyta a román postával való együttműködés jogi keretét, hogy a postai dolgozók kézbesíthessék az adóamnesztiáról tájékoztató leveleket, és a címzettek kifizethessék nekik az adóhátralékukat, számolt be a kormányülés utáni sajtótájékoztatóján a pénzügyminiszter. A postások előreláthatóan a jövő héten kezdik el a tájékoztató levelek kézbesítését. A kormány szeptember elején fogadta el az adóbeszedés hatékonyságának növeléséről és a költségvetési kiadások ésszerűsítéséről szóló sürgősségi rendeletet, amelyik a részleges adóamnesztiáról is rendelkezik. Eszerint mentesülnek a kamatok és a büntető kamatok kifizetése alól azok a cégek, amelyek 2024. november 25-ig rendezik az adótartozásaikat. A pénzügyminiszter adatai szerint a részleges adóamnesztia 330 ezer vállalatot érint, amelyek összesen 32,4 milliárd lejjel tartoznak az államkasszának. Románia állam adóssága meghaladta a bruttó hazai termék 50%-át, amiatt be kell fagyasztani a közalkalmazottak fizetését. A kormányt a költségvetési felelősségről szóló törvény kötelezi arra, hogy korrigálja az eladósodottsági arányt, amikor az államadóssága meghaladja a GDP 50%-át. Be kell fagyasztani a közalkalmazottak fizetését a decemberi választások után megalakuló új kormánynak, miután Románia államadóssága meghaladta a bruttó hazai termék 50%-át. Derült ki a pénzügyminisztérium által egy parlamenti képviselő kérdésére küldött hivatalos válaszból. A kormányt a költségvetési felelősségről szóló törvény kötelezi arra, hogy korrigálja az eladósodottsági arányt, amikor az állam adóssága meghaladja a GDP 50%-át. A legfrissebb adatok szerint Románia államadóssága áprilisban, májusban és júniusban is meghaladta a bruttó hazai termék 51%-át. Románia külső adóssága pedig tovább nőtt az első 7 hónapban, 10,2 milliárd lejjel emelkedett a Román Nemzeti Bank által közzétett legfrissebb adatok szerint.
A kormány azonban eltekinthet a törvénytől, hogy elkerülje ezt a népszerűtlen intézkedést. Kormánytisztviselők jelezték, hogy az adósságot a gazdaságot ösztönző beruházások révén, nem pedig a bérek befagyasztásával kívánják ellenőrzés alatt tartani. Eddig már többször is elhalasztották a költségvetési felelősségről szóló törvény alkalmazását. A pénzügyminisztérium hivatalos válasza szerint azonban legkésőbb 2025 első felére, azaz közvetlenül a romániai választások után a kormánynak végre kell hajtania az eladósodottsági arány korrigálására irányuló intézkedéseket. Több turista kórházba került csütörtökön hasi fájdalmakkal a tengerparti Olimp üdülőhelyen, Krisána szállodájából. A hatóságok aktiválták a vörös beavatkozási tervet. A mentősök 8-21 és 22 éves hasi fájdalmakra és hányásra panaszkodó fiatalt vettek át a szállodából és szállítottak a konstancai járványkórházba. További személyek is jelentkeztek hasonló tünetekkel a mangáliai sürgősségen, őket szintén a konstancai járványkórházba viszik. Az Olimpi Hotelhez további mentőcsapatokat vezényeltek ki. A felügyelőség szerint a hatóságok reggel 7 óra 2 perckor aktiválták a vörös beavatkozási tervet. Harmadik alkalommal szerveztek országos találkozót az erdélyi vállalkozónők. Az eseménynek a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem adott otthont. A kétnapos találkozón, kerekasztal megbeszéléseken, előadásokon, workshopokon tudták megbeszélni a női vállalkozói lét kihívásait a jelenlévők. A nagy érdeklődésre való tekintettel várhatóan jövőre is megszervezik a rangos eseményt. Megtartották harmadik országos szakmai találkozójukat az erdélyi vállalkozónők Marosvásárhelyen, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen. A női vállalkozók Erdélyben csoport igénye volt, hogy olyan közegben vállalkozhassanak, ahol egyrészt szakmai és lelki támogatással lelnek, ugyanakkor a hasonló problémákra közös erőfeszítéssel találhatnak megoldást. Egy markáns kérdés volt az, hogy hogyan lehet nyitni a román piac fele. Most nagyon nehéz megfogalmazni egy akut problémát, tehát hogy itt vannak mindenféle szinten problémák, tehát a társadalmi egyenlőtlenség az a vállalkozói szektorban is látszik, ezt nem én mondom, ezt mondják a szociológiai felmérések, tehát hogy ez elég egyértelmű. Amellett jelen pillanatban Romániában vállalkozónak lenni nagyon nehéz, mert egy olyan gazdasági válság, ami egy globális szintű történés, az hatással van Romániára is. A romániai változások az adózásban, meg a minimálbér változása megint rettenetes nagy terheket ró a kisvállalkozókra, kis és közepes méretű vállalkozókra. A pénzügyi kérdések boncolgatása is terítéken volt. Az iskolai alapképzésből ez majdnem teljesen kimarad, ezért kevés és nem teljes értékű információkkal rendelkeznek felnőtt korukra a vállalkozni vágyók. A pénzügyi hiedelmekről Balázs Panna pénzügyi tanácsadót kérdeztük. Amiatt, hogy belekényszerülnek az emberek egy olyan helyzetbe, mikor vállalkozást kezdenek, hogy pénzügyekkel kell foglalkozzanak, de nem értenek hozzá, ezért nagyon sok mítosz, meg egy ilyen köt kerül az egész köré, és nagyon sok féligazság és tévhit terjeng. Kicsit olyan, mint a foci és a politika, mindenki nagyon-nagyon ért hozzá. A buktató az ezekkel a tévhitekkel, hogy egy hamis biztonságérzetet nyújtanak az embernek, azt hiszük, hogy ezek az alapigazságok, ezeket így meg kell fontolni, ahogy vannak. Miközben alapigazságokat kimondani nem lehet, hiszen a gazdasági helyzete egy országnak nagy hatással van a vállalkozás működésére. Igenis, a konjunktúra az kihatással van ránk, tehát hogyha egy stabil konjunktúrában tudnánk végezni a dolgunkat, akkor valószínű, hogy előrébb jutnánk, eredményesebbek lennénk, és kevésbé lenne stresszes a mindennapi élet. Viszont hát úgy körülbelül a Covid ideje volt az, ami megtanította arra, hogy semmit se vegyünk készpénznek, semmi sem állandó, és ugyanakkor arra is, hogy az ilyen ellenszélben vagy bizonytalan időkben is lehet előre haladni. Lehet előre haladni, de figyelni kell. Rácz Lilla 25 év távlatából látja a piac változásait. Nagyon sokat változott a piac az elmúlt 5-6 évben, főleg. Mi 25 éve vagyunk a piacon, és az elmúlt 5-6 év, amióta volt a Covid, azóta nekünk rengeteg kihívással kellett szembe állni, voltak nehézségeink, és egy hihetetlen nagy erőbefektetéssel sikerült most átlendíteni a dolgokat,
és teljes meggyőződéssel tudom mondani, hogy gyakorlatilag rajtunk múlik. A kétnapos országos találkozón és szakmai napokon sor került kerekasztal megbeszélésekre, előadásokra, workshopokra, és voltak életútbeszámolók, amik keretében 10 percben mondta el egy vállalkozó, hogy hogyan jutott oda, ahol van. A női vállalkozói lét minden vetületét lefedő előadások és workshopok segítik az egyén és a közösség boldogulását, ezért várhatóan jövőre is megszervezik a rangos eseményt. Te hogyan segítenél a kedvenc sérült mesehősödnek címmel rajzpályázatot hirdet a Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt óvodás és elemi osztályos tanulóknak. A pályamunkákat október 1-jéig kell beküldeni lefényképezve a Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt Facebook oldalára, vagy e-mailben a crr.gyorgeny.gmail.com e-mail címre. A rajzokra fel kell tüntetni a nevet, az oktatási intézményt és az osztályt vagy óvodák napközik esetén a csoportot is. A pályázatra Gyergyószentmiklósi, illetve a Gyergyói medencében működő oktatási intézmények óvodásai és kisiskolásai által készített rajzokat várják. A beküldött rajzokat egy 3-tagú zsűri fogja értékelni, ezen felül pedig kiosztanak egy közönség díjat is, melyre a szavazás egy like verseny formájában fog megtörténni. Ez volt már a Fénypont, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Műsorvezetőnk ruháját a West Dream biztosította. Az időjárás jelentés támogatója a Polimed Anna gyógyszertár.